Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a képen látható Tillig cseh fekvőhelyes kocsit fogom nektek bemutatni. Bontsuk ki a modellt és nézzük meg közelebbről. A szokásos Tillig dobozban találunk egy rövid használati útmutatót, illetve 4 darab kerékáramszedőt, amit föl lehet szerelni a kocsira. És akkor itt van maga a jármű. Ez az 55-40-es középpályaszámcsoportú kocsi, a 841-es Bauart Numberrel rendelkező járművet modellezi. Ez a kocsi, ez már a valóságban nincsen forgalomban, ezeket 2006 és 2009 között vonták ki a forgalomból. Azonban egy nemzetközi kocsi, bejárhatott Magyarországra, és szerintem be is járt különböző vonatokban. Viszonylag kevés fénykép lehető fel egyébként az igazi kocsiról, azok alapján megpróbálom most nektek összehasonlítani, hogy mennyire sikerült eltalálni a formát a Tilliknek. Ez egy klasszikus Y kocsi, és ez az a fajta kocsi, aminél még itt fönt van a légtechnikának a beszívója, illetve itt a végén található egy ilyen kis lecsavarozható panel. Maga a kocsi egyébként ugye ez a Tillignek az újabb fejlesztésű szerszáma. A kocsi formailag helyes, az interneten felelhető képek alapján mindösszesen 2 dolgot találtam, amiben eltér ez a modell az eredetitől. Az egyik, az itt a folyosó felüli oldalon a kis ablak, ugyanis az eredeti kocsin ez egy teli ablak gumikerettel, a másik pedig a WC oldali ablak. Itt úgy néz ki az ablak, hogy csak a felső része nyitható, illetve dönthető, az alsó része az fix. Itt a Tillig valószínűleg a már meglévő ablaksort használta a kocsinál. A tetején is az eredeti kocsinak megfelelően vannak kialakítva a szellőzők és a különböző elemek, ugye a légbeszívó, meg ez a panel itt a végén, illetve ugye a kocsi oldala is megfelel az eredetinek, látszik, hogy itt ugye el van választva az alváz, jók a kocsi végek is, a kocsi végeknek is a lekerekítése, itt annyit kell tudni, hogy ez nem az a nagyon durván szögletes, mint a rokókocsiknál, hanem egy picit íves, de messze nem annyira íves, mint a hazai Rába kocsiknál. Ez a fajta kocsi, ez a valóságban is ilyen lekerekítéssel érkezett a vasutakhoz, úgyhogy ez a része a járműnek is megfelelő. A végzár rámpák sajnos a kaszniba csak bele vannak festve, nem áttört, úgyis nincs benne fényvezető prizma sem, ezért hogyha szeretnénk bele végzárat, akkor ezeket át kell fúrni sajnos. A kocsi végeken a kis átjáró tretni nem lehajtható, valamint az ütközők is fixen vannak beépítve. A kinematika szépen teszi a dolgát, ugye egy dologra kell vigyázni, hogy egy bizonyos ponton túl utolsó kocsiként ugye mozog együtt a forgóvázzal, úgy van kialakítva. Ez nem minden esetben szerencsés dolog, bizonyos kombinációban ez okozhat siklást. Az ablakok kidolgozottsága az egyszerűbb, ugye a rokókocsijánál sokkal részletesebb, sokkal filigránabb az ablakoknak a megvalósítása, illetve ahol még tetten érhető az egyszerűsítés, az a kocsinak az alváza, itt se vitte túlzásba a Tillig, ugye ez egy cserélhető alvázbetét, nem 100%-ig egyeznek itt a dolgok az eredeti kocsijéval, úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni. A klasszikus Görlitz 5-ös forgóváz található a jármű alatt, ez hasonlít az eredetire, de itt is azért egy egyszerűbb, kevésbé részletes forgóvázat kapunk. Forgóvázon egyébként nincsenek tamponálva a dolgok. Futástechnika szempontjából nem találtam semmi problémát a kocsival, nagyon szépen, könnyen gurul a pályán, nem szorul, nem akad. A kocsi festése és feliratozása az a kor elvárásainak megfelelő. Szépek, egyenletesek a színek, az egész kocsi egy ilyen selyemfényű bevonattal van ellátva, valószínűleg utólag rá lett fújva az egészre, ahogy most ezt elég sok gyártó már csinálja, hogy teljesen egyforma legyen a textúra. A feliratok azok a Tillighez hűen nagyon szépen meg vannak csinálva, éles és pontos minden itt a kocsi oldalán. Annyit lehet még sajnálni, hogy ugyanitt erre az oldalra kerültek az alvázra és a különböző dobozokra feliratok, de elég egyszerű, itt a féknemváltónál is csak simán fehérre van festve, itt még azért van némi lehetőség a fejlődésre a gyártónál. A kocsi belseje egyébként kidolgozott, az ülések azok színezettek, viszont nincs benne a fekvőhelyes kocsinak megfelelően kialakítva, ugye a kis lenyitható ágyak, illetve a plusz kocsikísérő fülkének a
megfelelő bútorzata sem. A kocsi tetejét egyébként le lehet szedni, hasonlóan a rokkó kocsiékhoz, és akkor így láthatóvá válik a belső. A gyártó elkészítette nekünk a felvezetést, ugye, hogyha a forgóvázon rátesszük azokat a kis érintkezőket, akkor itt már föl van vezetve az elektromos kapcsolat, és akkor erre kell forrasztani vagy pattintani a különböző belső világítási paneleket. Itt láthatjuk a kocsi belsejét, ugye egyszerű színezett kis székek vannak. Szerelhetőség szempontjából nagyon hasznos ez a megoldás, nem kell teljesen szétbontani a kocsit. A teteje, ahogy láttuk, az viszonylag könnyen lepattan, és viszonylag könnyen a helyére is lehet pattintani ezt az elemet. Szépen illeszkedik mind a kocsi végeknél, mind az oldalfalnál is a tető, úgyhogy jó munkát végzett a Tillig ezzel az új szerszámmal. Ezt a kocsit számos, akár hazánkba is bejáró nemzetközi vonatba föl lehet használni, akár a Metropol, akár az Amicus, akár a Járdán nevű nemzetközi vonatban használható, de még a Pannonia nemzetközi vonatban is előfordult ilyen típusú kocsi, nem tudom, hogy pont ez a fajta kocsi, de ezek a cseh fekvőhelyes kocsik bejártak hozzánk. Összességében vonatba sorozva teljesen megállja szerintem a helyét. Ugye erről a kocsiról annyit érdemes tudni, hogy ő 18.200 forintba került per pillanat, úgyhogy egy olcsó kategóriás járműről beszélünk. Ennek megfelelően ugye alakul a kocsi külső és belső tartalma, és hát ne várjuk el egy Acme vagy egy LS Models szintjét. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!